Makett a Nagykállói Könyvtár kiállító termében. Így nézhetett ki egykor a településen található vár. Az 1570-es évek elején épült, és az 1700-as évek elejéig állt, akkor bontatta le Rákóczi, aki első várként foglalta el. Ezen a helyen állt a vár, tábla őrzi emlékét, még ha másfél-két méteres falak maradványai sem láthatóak ma már. Két éve indultak el törekvések a felszínre hozása érdekében, előbb talajradaros vizsgálatok, majd régészeti feltárások zajlottak a terepen. Sokan a helyiek közül egészen addig nem is tudták, hogy itt valaha volt egy vár, a munkák megkezdése óta azonban már egyre többen érdeklődnek iránta. Mutatja ezt az is, hogy a várról szóló szerdán megnyílt kiállítás megnyitójára rengetegen voltak kíváncsiak. Többen közülük találtak is kertjeikben korabeli leleteket, de az értékesebb kincsekre a József András Múzeum régészei bukkantak. Pedig igaz, hogy csak egy kisméretű vár vagy feltárást végeztek, át akarták vágni a várfalat, és látni ezzel a várfalnak a keresztmetszetét, de eközben megtaláltak egy Kálai kúr, valószínű, hogy Kálai kúrjának a falait, és előkerült még körül a fal körül kályhacsempe töredékek, amik 1500-ból származnak, és a kulcsos Szent Pétert ábrázolják, és ez a múzeum számára is egy nagy kincs, amiben lesz mutatva most Nyíregyházán. Ez az a két a várat ábrázoló részmetszet, amelyet lakossági összefogással vásároltak meg a közelmúltban. Emellett korabeli kardok, fegyvergolyók, pénzérmék, ékszerek és más leletek is megtekinthetők a jövő péntekig látható tárlaton. A civilek mellett az önkormányzat is a munka mellé állt, eddig mintegy 2 millió forintot költöttek a feltárásokra. Azt gondolom, ha ezek megvannak, utána jön az igazi nagy forrásigény majd, amikor adott esetben az érintett területeket vagy részben, vagy egészben ugye meg kellene majd vásárolni, vagy a kisajátítás, ugye ez egy kevésbé humánus, de ugye néha elkerülhetetlen dolog, és onnantól jön majd a költségigényesebb, illetve maga a vár feltárás, én azt gondolom, hogy nem csak nálunk, bárhol az legyen, az önkormányzat lehetőségeit jócskán meghaladja, tekintve itt arra, hogy például egy ásatás, ugye ez egy nagyjából 2-3 hetes munka volt, és több mint 1 millió forintba került. Ehhez várják a pályázatokból elérhető forrásokat és a kormányzati támogatást. A terület országgyűlési képviselője a megnyitón arról beszélt, Nagykálló az egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező település a térségben. Azért pedig örömét fejezte ki, hogy az itt élőknek igénye van a történelmük megismerésére. Azt javasoltam a baráti körnek, hogy alakuljanak szervezetté, mert a szervezeteket az állam meg egyéb forrásból lehet támogatni, tudjuk támogatni, és így az a munka, ami itt folyik, az felgyorsulhat. A várbarátok célja is egy alapítvány létrehozása, amellyel forrásokra pályáznának a jövőben. A pénzből telkeket vásárolnának a vár egykori területén, folytatnák a régészeti feltárásokat és rekonstruálnák az építményt. Ha nem is az egészet, legalább a bástyákat, ahol bemutató termet rendeznének be.